Szervusztok, Békés Márta vagyok. Szeretettel köszöntelek titeket innen a Győri Könyvtár meses arkából. Az Imbolygó iskola bolygó és az Iskola bolygó című kötetemből fogok nektek felolvasni keddenként májusban. Ezek a versek, mert ezek verses kötetek, ezek a versek az iskola világába vezetnek. Ebben a világban én háromszor is jártam. Mondhatom, háromszor jártam ki az általános iskolát. Na nem azért, mert megbuktam, hanem először gyerekként, ahogy most ti, aztán később átkerültem ugye a barikád másik oldalára, és akkor pedagógusként, majd szülőként is. Ezek mind más szemszögből láttatták az iskolát, és én ezeket a szemszögeket próbáltam versekbe önteni. A verseknél van egy érdekes játék, amikor egy már ismert versnek a ritmusára egy másik verset írnak, egy kicsit olyan, mintha paródia lenne, úgy hívják, hogy parafrázis. Most kettőt olvasok föl, utána svéd versek következnek. 1-0 miatt. Az eredmény hibás lett 1-0 miatt. A dolgozat 1-es lett a hiba miatt. A fél évim 3-as lett az 1-es miatt. Az anyu meg mérges lett a 3-as miatt. Az ajándék ugrott a méreg miatt, és mindez egy semmi 0 miatt. Egy angol gyerekvers, egy szög miatt a patkó elveszett. Így talán ismeritek. A második versnél kíváncsi vagyok, hogy ki ismeri föl. Hogy melyik versről van szó. A bús tanító panaszai. Évről évre romlik a gyerekanyag, romlik a gyerekanyag, ebatta. Szólok rá, de nem hallja, kibeszalad, 10 másik kibeszalad, ebatta. Nem tudom ezt már leírni, nem fogom ezt már kibírni. Évről évre romlik a gyerekanyag, romlik a gyerekanyag, ebatta. Évről évre kopnak az idegeim, kopnak az idegeim, aszondom. Ősz hajam már hullik és meredezik, gyűlik és növekedik a gondom. Jobban is esne, mondjuk ki, hogyha lehetne buktatni. Évről évre kopnak az idegeim, kopnak az idegeim, azt mondom. Na, kíváncsi vagyok, kinek sikerült rájönni, hogy ez melyik versből van. Akkor most jöjjenek a svéd versek. Unatkozom. Amikor elsős voltam, nagyon szerettem iskolába járni. Pedig sokan ijesztgettek, hogy majd olyan unalmas lesz. De éppen az volt az érdekes, hogy minden milyen unalmas. Most minden tanár igyekszik érdekes órát tartani. Csoportmunka, kvízjátékok. Oké, de most már kicsit unalmas, hogy minden érdekes. A gondviselő. Az osztálynaplóban, az én oldalamon az van írva, hogy az anyu a gondviselő, mert az aputól elváltunk. Pedig ez a gond engem legalább annyira megvisel, mint az anyut. Nevelési tanácsadó. Hát lehet, hogy én tényleg hülye vagyok. Már fél éve járunk a neftanba. De csak most tudtam meg, hogy a nevtan az nem egy tantárgy, mint a nyelvtan, számtan vagy a mértan. Ráadásul kiderült, hogy nem is én miattam járunk oda, hanem az anyu miatt. Hogy megtanítsák végre, hogyan kell egy gyereket rendesen nevelni. Pedagógus gyerek.
Sokan mondják, hogy könnyű nekem, mert az anyukám tanító. Nem tudom, miért irigykednek, mert én nem sok előnyét élvezem annak, hogy pedagógus gyereke vagyok. Amikor kicsi voltam, anyu állandóan fejleszteni próbált. Szerintem unta a gyest, és vágyott már a munkájára. Ezért tanórákat tartott nekem. És ha valamit jól tudtam, akkor mosolygós pecsétet kaptam. Na, ezt azért szerettem. De amikor gyes után visszament dolgozni, véget ért a jó világ. Mindig fáradtan, idegesen jött haza, nem volt már energiája velem foglalkozni. Ha ugráltam az ágyon, rám kiabált, hogy kiméljem az idegeit. Az íróasztala ki sem látszott a dolgozatfüzetektől. Amikor először mentem iskolába, a nagy kapkodásban otthon felejtettük az iskolatáskát. Tünde néni akkor még csak mosolygott. Másnap, amikor csupán a toltartó maradt otthon, már valami olyasmit mondott, hogy a Schusternek lyukas a cipője. Anyu az első szülői értekezleten az utolsó pillanatban esett be az ajtón, és a holmiait a Tünde néni asztalára pakolta le. Aztán, amikor észrevette, hogy nem neki kellene tartani az értekezletet, gyorsan keresett magának egy helyet jó hátul. Otthon hallottam, amikor az apunak mondta, hogy ez a Tünde annyi mindent követel, és hogy milyen nehéz a táska, meg hogy végig attól retteget, hogy őt akarják a szülői munkaközösség elnökének. De szerencsére megúszta. Az apu mosolyogva mondta, hogy a hóhért akasztják. Aztán anyu lassan beletanult, hogy mit kell csinálni a barikád másik oldalán, így mondta. De azért a tájékoztató füzetemet még ma is sokszor a nevelőkéz jegyénél írja alá. A Tünde néni hibái. A Tünde néninek azért valljuk be, elég sok hibája van. Például kicsit szórakozott. Soha nincs egy tolla, mindig tőlünk kér kölcsön, aztán meg elfelejti visszaadni. Amikor körbejár az osztályban, a padok között, sokszor ott hagyja valakinél a krétát, aztán meg rajtunk keresi. De volt már olyan is, hogy felkapta a radíromat, és azzal akarta táblára írni. Azt mondja, miattunk ilyen feledékeny, mert az összes energiáját leszívjuk. Hát az összeset biztos nem, mert marad neki elég a rikácsoláshoz. Az anyajegy. A Tünde néni orra tövében, a jobb orrcimpa alatt egy enyhén barnás árnyalatú anyajegy húzódik meg. A szandiék szerint tök olyan, mint egy piercing, de nem lehet az, mert a Tünde néni nem szereti sem a piercinget, sem a tetkót, ezt már többször is mondta. Bár a füle neki is ki van furva, és mindig ugyanaz az aranyfülbe való van benne. Na, szóval ez az anyajegy engem eleinte zavart. Mert egyébként szép lenne az arca. Aztán lassan-lassan megszoktam, hogy az a kis kinövés a Tünde nénihez tartozik, és kész. Tulajdonképpen jól áll neki. De amikor a Tünde néninek mérges napjai vannak, az aranyos kis anyajegye felfújja magát, ronda nagy sötét bibircsokká változik, ellenszenvesen pöffeszkedik ott a Tünde néni orra alatt, mint akinek minden szabad, és azok a kellemetlen hangok is, mintha belőle jönnének, ilyenkor azt gondolom, jobb lenne, ha leszedetné. Hát, ha a mérge is eltűnne vele együtt örökre. Tünde néninek krétás az orra. Valamit nagyon magyarázhatott a Tünde néni, mert a nagy magyarázásban nem vette észre, hogy krétás lett az orra. Mindenki látta, de senki nem mert szólni neki. Nehogy kellemetlenül érezze magát, ugyanakkor féltünk is, hogy dühös lesz, ha megtudja, hogy mi tudtuk, hogy krétás lett az orra, de mégsem szóltunk neki. A szünetben nem ment a tanáriba, mert folyosóügyeletes volt, így nem nézhette meg magát a tükörbe.
Eleinte csak megbámulták, nem akartak hinni a szemüknek. Később már az egész folyosó tudta, hogy a Tünde néni orra krétás, csak a Tünde néni nem tudta sem azt, hogy krétás az ő orra, sem azt, hogy mire véje a felfokozott érdeklődést. Amikor észrevettem, hogy a bések kiröhögik, odarontottam a Tünde nénihez, hirtelen átöleltem, majd egy óvatos mozdulattal lesimogattam az orráról a krétafoltot. Ő megveregette a vállamat. Jól van, elég a hízelgésből, mondta, és elnéző mosollyal megfricskázta az orromat. Hajrá, iskolapszichológus! Igenis, szeretek zombisat játszani. Ezt a Tünde néni nem nézi jó szemmel, de utálja a rajzaimat is. Azt mondja, látni se bírja ezt a sok vért. A csontvázas rajzomtól egyenesen felsikoltott. Behívatta a szüleimet, és megbeszélték, menjek el az iskolapszichológushoz. Eszter néni, a pszichológus, elbeszélgetett velem. Rajzolhattam neki egy bombázós képet. Azt kérdezte, miért fekete még a vér is? Mit mondhattam volna, minden színes ceruzámat szétkaratéztam. Egy órán át játszottunk szörnyeset, tökre élvezte ő is. Aztán azt ajánlotta, hogy ha valami félelmem van, azt rajzoljam le. És még azt is mondta, hogy játszhatok szörnyeset, vámpirosat, kanibálosat, amit csak akarok, mert akkor ez a sok szörnyűség elszáll belőlem. És ahogy a jó öreg Shrek mondaná, jobb kint, mint bent. Azóta az osztály egyik fele vámpír, a másik fele vérfarkas, és a Tünde néni nem tehet ellene semmit, mert kiderült, hogy szörnyeset játszani direkt egészséges. Pláne a csontvázrajzok. Persze csak játékból. A napközis tanár néni. Csilla néni délután van velünk. Ő nem olyan rendetlen, mint a Tünde néni. A Csilla néni asztalán mindig minden tárgya helyén van elvágólag, és nem tűri, hogy az osztályban kupi legyen. Hallottam, amikor a bések napközis tanár néniének azt mondta, hogy a fejétől bűzlik a hal. A Csilla néni nem kiabál velünk, mindig halkan szól ránk, és soha nem beszél csúnyán, mert ugye Tünde néniből kiröppen néha ez az, olyan, amit nekünk persze tilos mondanunk. Csilla néni minden nap pontosan 3 órakor elkezdi a leckeírást. Akkor is, ha nyerésre állok sakkban. Mindig negrót szopogat, szerintem azokat is számozza, és ettől olyan furcsa a lehelete. Mindegy, azért szeretjük mi a Csilla nénit is, csak lenne benne egy kicsit több rugalom. Imbolygó iskola. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskola. Nem forgott az se lúdlábon, se kacsalábon, hiszen éppen az volt a baj, hogy nem is nagyon forgott. Erre, nem arra, mondták emerről. Arra, nem erre, mondták amarról. De az iskola bizony nem mozdult sem erre. Merjed, merjed, mondták az emerrék. Marjad, marjad, mondták az amarrák. Az iskola kicsit szédült ugyan, de tartotta magát. Ha nem mered, csak marad a semmibe. Ha nem marod, csak mered a semmibe. De az iskola nem mert, mert nem mart, és nem mart, mert nem mert. Billegett ugyan erre, támolygott ugyan arra, de maradt a helyén meretten. Szédült már mindenki, az igazgatótól a portásig, féltek kipotyognak. A tanulók nem bánták, jobb ez, mint a vidám park. Csak a tanárok sopánkodtak, jó, jó, de merre az arra? A szülők csak sápítoztak.
Álljon az iskola végre a sarkára. Na, ez nekem meredek, inkább mégsem maradok. Így döntött az iskola egy nap. És megrázta magát, imbolyogva ugyan, de mégiscsak elindult. Erre is, meg arra is. Sem erre, s amarra se, bottal üthették a hűlt helyét. Aki kíváncsi, és mégis forró nyomon keresi, megtalálhatja. Ugyan.